Lu Xun, a kínai irodalom megújításának kulcsfigurája. A 19. század végén született író a világirodalom jelentős szerzőinek műveit fordította le kínaira, iskolát teremtve Kínában a műfordításnak és az európai irodalom iránti nyitottságnak. Ő fordította Petőfi műveit is, példáját pedig számos jelentős kínai költő követte. Így hangzik Petőfi Sándor Szabadságszerelem című verse kínai nyelven. Ezt a művet Kínában majdnem mindenki fejből tudja, és ez az a vers, amely fontos helyet kapott azon a kiállításon, melyet a Budapesti Kínai Kulturális Központ hozott el Kiskörösre, a Petőfi Sándor Művelődési Központba. Petőfi Sándor nevét Kínában szinte kivétel nélkül minden család ismeri. Én is már gyerekkorom óta tisztában vagyok azzal, ki ő, hiszen Petőfi tananyag az iskolákban. Idén a költőóriás születésének 200. évfordulójára programsorozatot szerveztünk, melynek egyik programeleme a Költészet ereje című kiállítás. Kiskörös kínai kapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza Gmózer Györgynének köszönhetően, aki még a magyarországi rendszerváltás után, mint igazgató segítette egy kínai családvárosunkba való beilleszkedését. Barátaim, akiket rokonnak tartok én is, meg ők is, itt éltek Kiskörösen, ezt már többször elmondtam, és a kisfiú, aki a Vasvári iskolába járt, egy év alatt két évet járt ki, elsőt, másodikat, egy év alatt megtanult magyarul. És azóta ő a fogadott unokám, és mindig meglátogat, meg megkérdezik, hogy vagyok. Most a szülő, anyja, meg a testvér, a gyereke, férjel Kínában vannak, ezért nem bírnak ide jönni, de nagyon sajnálja, telefonálta, hogy sajnálja. A Költészet ereje című kiállítás megnyitóján, mely bepillantást enged Lu Xun irodalmi munkásságába és Petőfi kínai recepció történetébe, Domonyi László polgármester köszöntötte a kínai vendégeket. Ez a kiállítás már Kínában megfordult, több ezren látták, több millióan látták, és eldőlt Kínában, hogy Kiskörösön született Petőfi. Ha ott az az 1 milliárd ember úgy látja, hogy Petőfi, és úgy tudja, hogy Petőfi Kiskörösön született, akkor mi ne kételkedjünk már itt pár ezren abba, hogy hol született Petőfi Sándor, és ezt is köszönjük a kínai-magyar kulturális központnak, hogy a nevünket, a Petőfinket viszi tovább és segít nekünk a Petőfi 200-as ünnepség sorozat színvonalát emelni. A kínai vendégeink között ott volt Zhao Wenji, kínai kaligráfus is. A mai napon a kínai kaligráfia művészeti módszerével írom le a Kínában közismert Szabadságszerelem című verset. A kínai írásjelekkel megalkotott Petőfi verset Jin Hao ügyvezető igazgató és Zhao Wenji kaligráfus ajándékba adta városunknak, melyet Domonyi László polgármester vett át, és amely a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban kerül kiállításra.